eltemették azt a 24 éves karcagi nőt, akit volt párja ölt meg. Megrázó tudósításunk következik. Eltemették azt a 24 éves karcagi nőt, akit volt párja ölt meg. A nő karácsony előtt néhány nappal tűnt el, szerettei semmit nem tudtak róla. Kiderült, hogy a férfi, miután végzett vele, a holttestét elásta a Lajos-Mizsei erdőben. Amikor meghal egy ember, sokat pörgetjük a múlt film tekercseit. Felidézünk találkozásokat, boldog pillanatokat, visszagondolunk eseményekre, ahol ott volt velünk, mellettünk ő is. Folyton nosztalgiázunk, megidézzük alakját. A közös élményeket pedig újra meg újra átéljük. De közben a gyászterhe a történetekben minden színt elvett tőlünk. A közös emlékek pedig egy zavart, ködös foszlánnyá változnak. Eltűnt szerettünk. Soha többé nincsen már közöttünk. De az idő majd mindent megold. Idővel enyhülni fog a gyász is. És a fájdalom csökkenése majd eloszlatja az emlékeinkre hullott fátylat. Hiszen idővel Marcsi is újra életünk része lesz. Mert mától a szívünkben tudjuk megtalálni őt. S ha rá gondolunk, már nem fájdalmat érzünk, hanem boldogságot, melegséget, hogy ő volt nekünk, hogy mindennapjainkat megtöltötte vidámsággal és szeretettel. Egy idő után pedig vastagon láthatjuk képzeletünkben arcvonásait. A megélt emlékeket szempillantás alatt felidézhetjük. Jókai egy versében így írt: ami bennem lélek, veletek megy. Ott fog lenni mindig köztetek. Megtalálsz majd virágait között, mikor elhervadnak. Megtalálsz a falevélben, mikor lehull. Meghallasz majd az esti harangszóban, mikor elenyészik, és mikor majd megemlékezel rólam, mindig arccal, szemközt fog veled állani. Mariantól búcsút vett a karcagi temetőben, édesanyja könnyek között nyilatkozott stábunknak. Ez most egy megnyugvás volt, mert már van neki, vagy tudok hova menni hozzá, tudom azt, hogy megvan, tudom a gyerekeket vinni, tudom, nem, most azon gondolkodtam, hogy este kiviszem a gyerekeket, mert nem akartam, hogy részt vegyenek a temetésen, és majd ott gyújtanak egy-egy mécsest, vagy egy gyertyát. A gyerekek még mindig hazavárják édesanyjukat. Nagyobbik fia azt hiszi, elhagyta őket. Nagyon keresi már most az anyukáját egyre jobban, hogy hol van anya, és próbálom kikerülni, és akkor, hogy itt van a szívedbe. Elhagyott, mondom, nem hagyott el, itt van. Nem hagy el anya. És akkor kérdezgeti már most egyre sűrűbben. És szerintem azért van ez, hogy elhagyott anya, mert belebeszélte az apja. Ezzel akarta magától távol tartani, gondolom, hogy a kisgyerek ne keresse az anyját.